Volt már olyan év, mikor 0 forintot kaptam, volt már olyan év, hogy 20.000 forintot kaptam, a tavalyi évnek köszönhetően, köszönjük Laci bácsi, 200.000 forintot kaptam, és az idei évben már azért kérek 400.000 forintot, mert 2010-ben kaptam 20.000-et, az szerintem már leinflálódott annyira, mert 2010-től, mind a mai napig, azért végzünk mi annyi munkát, mint mondjuk más. És a mást azt idézőjelbe teszem. És itt nem más településekről se beszélek. Úgyhogy én ezt a 400.000 forintot úgy érzem, hogy megérdem, nem én kérem, nem én, a palotai közösség kéri, azokat a közösségi életeket azt megvalósítunk, amit már 8 éve valósítunk meg, nagy sikerrel, úgyhogy ehhez mindenféleképp kellene a kis zseppénz, már most a költségvetésre viszonyít a zseppénz, mert erre sokkal nagyobb pénzek is elmennek a bolondságukra. Szerintem. Én kérni, hogy a városi rendezvények, de ti is legyetek szívesek azért jobban bekapcsolódni, mert vannak a rendezvények, vagy vannak olyan ünnepeink, ahol azért elég kis számba képviseltek magatokat. Hát azt azért nem mondom, hogy így. Hogy fejezzenek? Ha nem kapasz meg, így mondani, nem tudok ki legyen. Mindig kiszoktuk plakátolni ezeket a rendezvényeket, de oda fogunk figyelni, hogy külön meghívót küldjünk neked. Bár nem tudom, hogy a lakosság akkor személy szerintem mindenkit külön értesítesz, mert kiplakátoljuk ezeket a rendezvényeket. Én már nem mindenkit. Nyilván, hogy a honlapon megjelentetjük, a művelődési ház mindig közzé teszi, de ha erre igény van, természetesen nem zárkózunk el előle, ahol neked külön fogunk küldeni egy meghívót. A MAKÓ támogatásával kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy azért MAKÓ-nak nem annyi a költségvetése, mint Csanádpalotának. Tehát ha százalékos arányba mennénk szerintem a tavalyi támogatás, akkor az körülbelül nyilvánvalóan arányába lehet, ami még nagyon fontos, én azt gondolom. A 400.000 forinttal, amit kérelmeztetek, elhangzott, hogy ez apró pénz. Csak hogy érzékeltessem, Csanádpalota költségvetésébe a városi rendezvényekre ebben az évben 500.000 forint van egész évre. Tehát ami rendezvény pályázatból meg tudunk valósítani, azt természetesen meg fogjuk valósítani, de több lehetőségünk most nincs. Tehát, és egyébként pedig civil szervezetek támogatására, illetőleg nemzetiségi önkormányzatok támogatására sajnos nem tudtunk a költségvetésbe fedezetet találni, így fogadjuk el a költségvetést. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, átadom a szót. Mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ahhoz kétség se fér, hogy a felsorolt célok, meg tervek nagyon szépek, meg támogatásra érdemesek. Ennek ellenére a pénzügyi bizottság is, és a pénzügyi bizottság is a kérelme utasítását javasolt. Ez szégyen, sajnos megintettek arra, hogy adósságrendezési eljárás alatt állunk, és nem tervezhető támogatása a költségvetésre. Nem is kreáltam ezt a hatalmas adósságot. Elsőre parancsol. A Szociális Bizottság is tárgyalt, és mint hogy nincs lehetőségünk. Elsőre nagyon szépen, a Szociális Bizottság nem tudom, arra szeretnének kérni. Azok kérnek, a nulláról nem tudunk adni, mert nem arra, hogy egyetlen egy civil szervezetet sem tudunk ebben az évben. Az is szégyen. Az is mennek szégyen. Hallom a kultúrázat, mint az árja. Én arra szeretnélek kérni, hogy fogjam be a tám, így csak. Nem, hanem hogy engedd, hogy végig mondjam. Mert a mindenkinek el siker, ami itt folyik. Jogszabály szerint. Jogszabály, hát vannak embertelen, én nem tudom, ki írja az embertelen jogszabályokat, az embertelen dolgokat. Azt még azért szeretném akkor elmondani az embertelen
elnökséggel kapcsolatosan, hogy én úgy tartanám, igazságosan egyébként, hogy a két nemzetiségi önkormányzatunk van, mivel mind a kettő fontos szerepet tölt a település életében, akkor vagy támogatjuk mind a kettőt, vagy nem támogatjuk. Ugyanezt ilyen, nem támogatjátok mind a kettőt, akkor Erzsike, nagyon igazad van, maximálisan. Én azt gondolom, hogy nem akarod érteni, Feri, amit itt mindenki elgondol. Mert azt nem hiszem el, hogy nem érted. Tehát nincs pénze az önkormányzatnak. Ennél egyszerűbben nem tudom elmondani, és nem tudja senki elmondani. A költségvetésben fedezet nincs rá. Természetesen lehetősége lenne az önkormányzatnak, az is elhangzott, akkor támogatná. A ki önkormányzatunk. Hajnalkában belefolytottuk a szót. Parancsol. Köszönöm szépen. Annyit szeretném mondani. Itt annyit újjátok látom, hogy elmúlt fél év alatt, hogy nem is tudom, hogy a nevetek hogy fogom a többi közében. Elnök, nem kell megjegyezni, mert igyekszünk minél gyorsabban megfelelni az adósság rendezési eljárást. Remélhetőleg június végével erre áll az önkormányzókat megfelelésre, és akkor a válságköltséget is szerint a 2018 években tudják tenni, és én azt kívánom, hogy 2019-ben már legyen olyan keret, amiből a civil szervezetek támogatására is jut. De van egy olyan város egyébként, hogy a civilek nem kapnak 10 forintot se Magyarországon, Palotán kívül ezek szerint, mert én olyat nem ismerek. Város? Vagy települést kérdezem? Város kérdezek, mert Palota is, hát nem itt anya. Város még Palota? Szerintem amelyik nem város, azért az sem. Hát attól, hogy falu, vagy község, attól, hogy nem vagyok. Én direkt várost mondtam, mert szerintem még egy olyan város nincs. Jó, akkor én ezt itt most lezárom, és akkor a határozati javaslatot szavazásra bocsátom. A határozati javaslat úgy szól, hogy Csanádpalota város önkormányzat képviselő testületre a Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi támogatási kérelmét elutasítja, tekintettel a folyamatban lévő adósságrendezési eljárásra, és arra, hogy a 2018 évi válságköltségvetésben erre a célra forrás nem áll rendelkezésre. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Igen, ez 4 igen. Ellenszavazat? 1 ellenszavazat. Jó. Köszönöm szépen, ezt az előterjesztést megtárgyaltuk.